Üdvözlettem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és hát hoztam nektek még több Call of Duty Ghost információt, persze lesz valószínűleg akinek nem új, de akinek új az íme lefordítva magyarra, mert hát ugye mozdulik a Gamescom, ahova azért a játékok elmentek, újra bemutatták magukat, többek között a Call of Duty Ghost is, Battlefield 4 is, ugye a két legnagyobb konkurens, úgy mondhatnám Titanfall, ami szintén egy elég érdekesnek ígérkező játék lesz jövőre, de most hoztam nektek egy újabb csomagot, a Call of Duty Ghost pletyka info, induljon el, miről is lesz szó akkor ebben az adásban, hogy a YouTube mennyire volt hatással a játék készítés folyamatára, hogy a készítők maguk mennyire figyeltek oda a rajongók emilyen kérésére, és illetve hát ugye, hogy a YouTube mennyivel befolyásolja manapság a fejlesztést. Továbbá ugye rész lesz, hogyha már a Battlefieldnek van egy battle logja, így a Call of Duty-nak is van egy aféle battle logja, és hogy milyen újítások lesznek, esetleg mit lehet újnak nevezni ebben az egész mobilos, battle logos, internetes valamiben, mint a Call of Duty Ghost számára is létrehoztak. Ugye valami olyasmi lesz, mint a Call of Duty Elite, csak kibővítették talán egy dologgal, de addig is jelenteném a gameplay részét ennek a dolognak, ugye Black Ops 2, fejlődöm, lassan kezdem visszanyerni önmagamat, ez nektek köszönhető, mert minél több videót csinálok, annál jobban játszok, meg kételem vagyok leülni játszani, úgyhogy minden esetre köszönöm szépen nektek, de rá is térnék a témára. Ugye a Gamescom-on, aki talán nem figyelte volna, vagy nem lett volna jelölve, a Machinima, mint az egyik legnagyobb játékcsatorna, ugye kész volt, és hát elkapták az egyik, hogy mondjam, készítőt, Call of Duty készítőt, hogy feltek neki pár kérdést. Az egyik fő kérdés, ugye, ami engem is megfogott, mennyiben befolyásolja a YouTube a játék készítést, és hát akkor ugye belefogtak, és szerintem ez már az elég valóság alapú is, és mondta a kis játék készítő hölgy, hogy eléggé befolyásolja már őket, mert hihetetlen ugye a nagy, elég nagy rajongóbázis nézi a YouTube-ot, és nekik is egyszerűbb beülni a YouTube elé, és lecsekkolni azt, hogy milyen a videó, illetve maga a YouTube-ozó, hogy mit mond el magáról a játékról, illetve hogy sokan milyen leírást hagynak ott a videó alatt, és ez ennek alapján nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlesztettek a játékon, és hát már odáig fogadkozott a hölgy, nem tudom ki látta, ki nem látta ezt a videót, már odáig fogadkozott a hölgy, hogy ő úgy érzi, hogy ez már 100%-osra fog sikeredni ez a Call of Duty, tehát már annyira jó lesz ez a játék, hát nem is lenne rossz, azt sem bánom, hogyha már nem újítanak semmit rajta, de egy 100%-os Call of Duty-t letesznek az asztalra, azért nem rossz. És például így változtattak a YouTube-nak a segítségével, meg a rajongó segítségével, így változtattak a support klasszokon is, vagyis a support késztrikeken, és ugye MV3-ban állítólag nagyon sokakat bosszantott az, hogy benne volt a Steals Bomber, mint egy ilyen olcsó keystrike gyakorlatilag, hogy ezt mindenki el tudta érni, és ezt milyen sokakat bosszantott, ezért például azt kivették, ez is lenne az egyik modifikáció, hogy nincsenek többé olcsó keystrikek a support klasszban, hogy hát azért, hogyha jó keystrikeket akarsz, vagy hát úgy értem nem jókat, hanem támadó keystrikeket akarsz, azért tenned kelljen, úgyhogy például most állítólag a support classban tényleg csak support lesz, tehát kivették az olyanokat, amiket egyenesen ölnek, tehát ha inkább csapatot tudsz vele segíteni. Nos, ez lett volna az egyik része a témának, a következő pedig a klán háború lenne, hogy magyarra lefordítsam, a Clan Wars, ez lenne az egyik aféle újítás ebben a Call of Duty Elite féleségben, amit már fogom sincs, hogy hívnak a Ghostban, de ugye mindez mobilon is elérheted, akinek Windows alapú mobilja van, illetve Androidos mobilja van, ez mind mobilon is elérheted. Remélhetőleg PC-n is, nem csak Xboxon, mert hát azért nem mindent az Xboxos kapjanak meg, már elnézést, semmi baj velük, csak hát minden nekik jár előbb, ami elég idegesítő. Szóval remélhetőleg ez PC-n is elérhető lesz, ha van egy Windows alapú mobilod, Androidod, tabletet, PC-t, bármit, akkor olyanok dolgokat ugye elérhetsz, mint alapból az Elite-ben is benne volt, hogy lecsekoltad a klánodat, hogy álltok pontszámokkal, akkor
játék közben változtathatsz a fegyvereden, hogy mit raksz rá, milyen kiegészítőt raksz rá, perkeket, stb. Ugye ezt megszokhattuk, ez nagyjából azért volt. De az egyik újítás ugye a klánháború lesz, hogyha van egy klánod, akkor lesznek területek, amiket meg kell hódni, és lesz egy térkép, és akkor ott látni fogod rajta, hogy ott vannak a klánok tulajdonképpen. Ehhez kedve kinek mekkora a terület, és hogyha te úgy döntesz, hogy most meghódítasz egy újabb területet, akkor gyakorlatilag semmi más nem fog történni, csak többet kell ölnöd, mint az adott klán, akinek a területet el akarod foglalni, és akkor meg lesz az a terület, szóval azért itt az lehetnek kőkemény háborúk, ez azért megvan maga izgalma az egészben, szóval azoknak, akik a Call of Duty-t igazán komolyan csinálják, akkor imád mondhatnám azt, hogy itt az ESL-nek a vetélytársa, már egész komolyra vitték ezt, hogy akkor legyen egy kis területfoglalás, vagy valami, remélhetőleg lesznek ebből igazán komoly bajnokságok, igazán komolyabb pénzösszegekért is, ahol a klánok azért elég komolyan megmérkőzhetnek, és azért megvan a maga izgalma, mert kicsit olyan honfoglaló feelingen van tőle, hogy bevalljam őszintén, szóval de nem volt rossz, azért vagyok be a honfoglaló jó játék, szóval kérdezel, tudsz okosnak hiszed magad és foglalod a területet, mint Európa vagy Magyarország területét, azért ez is jó lesz, és állítólag minden héten lesznek új területek, amiket meg el lehet foglalni, úgyhogy elég izgalmasnak ígérkezik, szóval ez lesz az újítás még, amit bevezettek, ugye a klánháború ebbe a Call of Duty weboldal elitféleségbe, ahol azért ugye természetesen mindenfélét lecsekkolhatsz saját magaddal saját magadhoz és a világhoz viszonyítva, milyen statjaid vannak, illetve a klánodér, vagy fegyver összeállítások, mások fegyver összeállításai, szóval ez mind meg lesz, és akkor most már mobilon is elérhető, remélhetőleg nem csak Xbox számára, hanem PC-sek számára is mindezt kihozzák, persze, hogy még nagyon legyen a mánia, mint eddig volt, ugye, hát mögül is erre törekszenek. Utolsó témaként pedig a női katonák, ugye végre behozták a női katonákat is a Call of Duty Ghostba, ugye ez már meg lesz a Battlefieldben is, Battlefield 4-ben is, és hát felmerült a kérdés, hogy most, hogy végre behozták a női katonákat a Call of Duty Ghostba, hogy érzik magukat a nők, vagy hogy hát ez mekkora probléma, hogy a nőt is le lehet szúrni, és hát az interjúztatott nő, ez valaki, az pont egy nő volt, és hát ő beszélt róla, hogy ő már milyen régóta a Call of Duty-zik, hogy ő egy fejlesztő volt, milyen régóta a Call of Duty-zik, és őt egyáltalán nem zavarja az, hogy egy női karakter, végre egy női karakterrel lehet játszani, és hát persze most már nők is vannak a hadseregben, és ugyanazt a feladatot kell ellássák, mint a férfiak, és ebben igaza van. Azért, igen, lehet, hogy kicsit fura, hogy mint férfi karakter lesz, hogy női karakter, hát kellemetlen, de hát ez a hadsereg, ez a játék, erről szól, és azt gondolom, hogyha már beleraktak egy női katonát, ezért most senki ne háborodjon fel, hogy most le kell szúrni egy nőt, hát sajnos, vagy nem sajnos ez van, de tényleg azt veszük alapul, hogyha már egyenlőség van, és a nők is katonák, és bármilyen munkát elvégeznek, mint a férfiak, akkor ez benne van a pakliba, gyakorlatilag. Nos, kíváncsiak, hogy erről ti hogy vélekedtek arról, hogy női karakter van a Call of Duty-ban. Azért viszont elég égő lesz az, hogyha egy női karakter szúr le téged, mint férfi karakter. Az azért elég égő, az már biztos, hogy egy női karakter, ezt ki kell próbálni. Hát ez mekkora, trollozás, hogy futkározok le egy női karakter, és leszúrom az adott tagot. Igen. Na az azért, értitek, furcsán veszik ki magát. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményetek női karakterre, illetve annak képességeiről, hogy változtasson a játék világon, illetve a különböző kritikai véleményekről, illetve a klánháborúról hagyjatok ott egy véleményt, és nagyjából ennyi. Ezekről mindenképp kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok a klánháborúról, mit gondoltok a női karakterről, ami szerintem egy izgalmas változás lesz végre az egészben. A következő videóig, sziasztok!